Hiába esett hétköznapra Gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepe, alig volt szabad szék a Mária Púcsik egy templomban a szerda délelőtti liturgián. A katolikus hívők február 2-án arra emlékeznek, amikor a 40 napos Jézust bemutatta Szűz Mária a jeruzsálemi templomban a zsidó szokások, törvények szerint. Gyertya Szentelőt ezért így is nevezik, ahogy a találkozás ünnepének is a Simeonnal való találkozás alapján. Az Ak Simeon a gyermekben felismerte az üdvösséghozóját, és a nemzetek megvilágosító világosságának nevezte Jézust. Az Isten találkozik az emberrel. És igazából ez az elnevezés nekem sokkal jobban tetszik, mint hogy a gyermek Jézus bemutatása a templom, vagy Gyertya Szentelő Boldogasszony, mint találkozás. Az Isten minden nap találkozásra hív engem, hogy találkozzunk. Lehet, hogy az egyesek a templomhoz kötik, hogy a templomban találkozunk, én pedig azt gondolom, hogy miért ne találkozhatnánk egymásban. Olyan József Attila egyébként mondja, hogy egy Isten arc van eltemetve bennem. Ez az Isten arc az ott van benned és bennem is. Sokan hoztak magukkal gyertyát a szertartásra, hogy azt a liturgia végén a pap megszentelje. Megáldatnak és megszenteltetnek ezen gyertyák a Szentlélek malasztja és a szentelt vízzel való mekintés által. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. A szentelt gyertya már az ókeresztény korban Jézus jelképévé vált, és a hívők számára a mai napig nagy jelentőséggel bír. Fontos az embereknek ez a hagyomány, ez a szokás, hogy hazavigyék a házukba ezt a fényt. És ha már merünk egy picit párhuzamat húzni, ez a fény, ez maga Krisztus, ki világosságú jön, a világ világossága. És azt gondolom, ebben a világban, ahol nagyon sokszor sötétség van, bocsánatot, nem kiabálni, hangoskodni kell, ott fényt kell gyújtani. Úgyhogy ma, amikor egy picit úgy félünk, egy kicsit még rettegünk ettől a vírustól, most van a leginkább szükség erre a fényre. Szent II. János pápápa 1997-ben nyilvánította február 2-át, Gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt életvilág napjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy 1 millió férfit és nőt is ünnepli, aki a világon megszentelt életet él.